A Bátor Televízió híradója következik, köszöntöm Önöket! 15 milliárdos beruházás az Unilevernél. Szociális szolgálat, nő az igénybevétel. Május végén nyithat a strand. Új csomagolócsarnok és jelentősen megnőtt raktárkapacitás, 15 milliárdos fejlesztés az Unilevernél. Európa legnagyobb háztartási vegyipari gyára lesz az Unilever nyírbátori gyára. A cég egy 15 milliárd forintos fejlesztésbe kezdett az új területtel, a korábbi Bunge tulajdont vásárolták meg, jelentősen bővített telephelyen. Egy komplex beruházás van itt folyamatban Nyírbátor Univer területén. Először is gyártócsarnokot bővítünk, illetve egy vadonatúj raktárat építünk. Az új csomagoló csarnokban két gépsor lesz, és mintegy 14 ezer négyzetméter területen épül. A 8 ezer négyzetméteres automata raktár már az új területre kerül. Jelentős mértékkel bővül a raktárkapacitásunk, és ez pont arra szolgál, hogy a hétvégi raktározást teljes mértékben meg fogjuk tudni oldani, és tudjuk mentesíteni a lakókat a hétvégi kamion zajterheléstől. Az építése párhuzamosan tereprendezés, parkosítás és faültetés is történik, ugyanakkor egy új zajvédelmi falat is építenek. Arra törekszünk, hogy egy parkos és egy gyönyörű szép gyárterület legyen itt, illetve több mint 3000 facsemete telepítését tervezzük nem sokára. A beruházás elkészültével megváltozik a kamionos forgalom is az Unilevernél, hiszen a behajtás ezután a Bóni utca, azaz a volt Bunge porta felől lesz. Rendkívüli körülmények között kezdődött meg a 2020-as érettségi Nyírbátorban is. A veszélyhelyzet miatt csak írásbeli érettségit rendeznek. A Bátori István Katolikus Gimnáziumban 57 diák, az intézmény minden végzős hallgatója jelentkezett a vizsgákra. Hogy érzed, hogy ment? Az érvelést azt jónak érzem, a szövegértés része is úgy ment, hogy tehát jó lesz, remélem. Az iskola küldött nekünk egy határozatot, amiben le volt írva, hogy milyen óvintézkedéseket kell majd intézni, amiközben az iskolában tartózkodunk. Ugye a legfontosabb az volt, amikor belépünk az épületbe, hogy alapos kézfertőtlenítés, itt egyből, ahogy belépünk az ajtón. Utána pedig kaptunk egy csomagot, amiben egy maszk és egy kesztyű volt található. Más előkészületeket igényelt, mielőtt a gyerekek beléptek az épületbe. Más volt a felkészülésnek az utolsó fázisa, hiszen digitális oktatás volt. A múlt hét az azzal telt, hogy fertőtlenítettük az épületet, az intézményt, a padokat újra, bár ezt megtettük rögtön a digitális oktatás kezdetén. Hogy sikerült? Szerintem nagyon jó lett, én úgy érzem. Magabiztosan mentem be, nem izgultam, és úgy is jöttem ki, úgyhogy remélem, hogy nagyon jól sikerült, és bízok magamban. Jelentkeztél-e tovább tanulni, és ha igen, hová? Igen, jelentkeztem. A Debrecen Egyetemre jelentkeztem, gazdálkodás és menedzsment szakra. Ezt Foszon szeretném majd elvégezni. Egy tanteremben 5, maximum 6 gyerek volt, tehát még mi a 10-et is egy picit soknak találtuk. Nem is másfél méteres, hanem még attól nagyobb távolság volt közöttük. Meddig tart ez az írásbeli érettségi időszaka? Ez most 2 hét, hiszen van egy olyan osztályunk, ahol szakmai vizsgát is tesznek, írásbeli vizsgát tesznek a gyerekek, és az jövő héten lesz. Tehát a héten és a jövő héten érettségizünk, a szóbeli meg majd június 11-én lesz. Szigorú szabályokkal dolgoznak a védőnők. A szociális szolgálat munkatársainál nőtt az egy gondozóra jutó kliensek száma. A szakápolástani feladatokra nem érkeztek eddig felkéréseink. Körülbelül ugye a háziorvosi rendelőkből kértünk adatokat be, hogy hány beteg is érkezett valójában az elmúlt 2 hétben haza Nyírbátor lakosai közül, és hogyha az 5 háziorvosi szolgáltatást nézzük, a 20 főt éri el a kórházból hazaérkezett betegek létszáma. Ezek szerint nem volt köztük súlyos beteg? Volt olyan, aki súlyosabb, de alapápolást igényelnek, sebellátásba kell segíteni nekik, felfekvések kezelésébe kell segíteni nekik. Hány embert látnak el most, tehát mennyivel nőtt az ellátottak létszáma? Eddig azt beszéltük, hogy 10 fő van egy kolléganőre, most azért emelkedik megint ilyen 10, 12, 13 főre is.
A védőnői szolgálat újraindult most már ezzel a korlátozások feloldásával? Továbbra is telefonos egyeztetéssel kell bejelentkezni, továbbra is csak maszkkal, testhőmérséklet ellenőrzéssel, rizikószűréssel, és a védőnővel karöltve egyeztetni. Egyszerre továbbra se engedünk a várandósok közül se be mindenkit, ugye a tanácsadásokra se, nem engedünk be egyszerre, továbbra se, szintén még védőoltásokra, tehát ez is még szervezetten és tervezetten működik. Fertőtlenítéseket folyamatosan, 2 óránként végezzük az intézetbe, és ezt mindenféleképpen, ezt is dokumentáljuk, hogy mikor végezzük, és ehhez még tudunk humán erőforrás biztosítani szintén a védőnői szolgálat részére is. Folyamatos a fertőtlenítés Nyírbátor közterületeinél, intézményeinél is a megelőzés érdekében. A fertőtlenítést heti több alkalommal végzik a kora reggeli órákban. Nyírbátor területén fertőtlenítést végzünk minden hétköznapi napon, és megpróbálunk a város legforgalmasabb részeire egy heti 2 alkalommal eljutni. Milyen területeken zajlanak ezek a fertőtlenítések, és mikor? Közterületen zajlik, tehát forgalmasabb bevásárlóközpontok, hivatal, bölcsőde, földhivatal előtt buszmegállókat fertőtlenítünk, tehát minden olyan helyet a városban, ahol sok ember naponta megfordul, és ezt hajnali órákban tesszük. Ez a fertőtlenítés meddig fog tartani? Hát tervezett időpont az 2-2,5 hónapig. A hónap végén nyithat a nyírbátori sárkányfürdő külső része. A legutóbbi kormánydöntés értelmében a szabad strandok fogadhatnak vendégeket a megfelelő szabályok betartása mellett. Vannak elképzeléseink, hogy hogyan fog ez működni, és mi igyekszünk azt a biztonságérzetet nyújtani, és megadni a vendégeink számára, amit szeretnének. Ilyen az például, amikor bejönnek, akkor mi szeretnénk egy ilyen hőmérsékletmérést, homlok hőmérsékletmérést csinálni. Úgyhogy eleve kizárjuk azt, aki mondjuk lázasan jön ide. Bár hozzáteszem, ez a vendég felelőssége, és az általános házi rendünkben is benne van, hogy hányás, hasmenés, ilyesmi, valaki ilyen betegségben szenved, akkor ne jöjjön. Ilyen az egyik. A másik a távolságtartás. Ez megoldható. A hónap végére fel tudunk készülni azokkal a burkolási munkálatokra, ami ugye rendbe teszi a burkolásokat. Tehát a tél az mindig megteszi a magáit, hogy felfagynak dolgok, a háttérben látszanak is, hogy a kollégáim, akik azért nem burkoló szakmunkások, de hát ugye, mint ahogy mondtam, igyekszünk minél kevesebb költségbe kerül a tulajdonosnak. Előkészítjük majd a burkolóknak a területet. Ami nagyobb, hát nem azt mondom, hogy nagyobb fejtörést okoz, az a vendéglátás. A vendéglátásra is megjelentek, hogy a szabadtéri teraszok, éttermek, teraszai megnyithatnak. Mert egy strand az az. Ez az. Tehát itt nincsenek zárt helyek. Itt nálunk egy vendéglátóegység van, ami bent a zárt térben működik, a bent lévő sárkány büfé. A környezetünkben lévő 5 szolgáltató az viszont szabadtéren van. Itt előír, azt már látjuk, hogy mit írnak elő. Ha ezeket megcsináljuk, és a távolságtartás működik, akkor nem lehet akadály annak a mai tudásunk szerint, hogy itt május 30-án az élet elindul. Kedves nézőink, a Bátor Televízió híradóját látták, megköszönöm figyelmüket, további kellemes televíziózást kívánok, viszontlátásra! A műsorvezető ruháját a Gabi Mami divatáru biztosította.